Kezdődik a korkapcsolás dr. Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértővel, a Neokon főmunkatársával. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és köszöntjük Robert C. Kastelt is. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot, pontosabban jó estét kívánok, Jeruzsálem. Mert hogy a beszélgetést most 2023. április 9-én vasárnap este vesszük fel, áldott Pészakot kívánunk önnek és a kedves családjának is. Én meg áldott húsvéti ünnepeket kívánok a nézőknek, hallgatóknak. És akkor rögtön így nulladik kérdésként, hogy azért a Pészak idején is azt lehetett hallani, hogy Jeruzsálemben, Izraelben nem egyszerű a helyzet. Voltak templomhegyi zavargások, Tel Avivban terrortámadás is történt, ahol turisták is megsebesültek. Mi a helyzet most, mennyire tudtak elcsendesedni az ünnepek ideje alatt? Gyakorlatilag bekövetkezett az, amire számítottunk. Látjuk már hónapok óta, hogy Irán és a szövetségesei építik ezt a feszültséget a Ramadán hónap felé, és azok a dolgok, amikre számítottunk, megvalósultak. Tehát megvalósultak ezek a külső és belső nyomásgyakorlásnak a különböző eszközei. Láttunk rakétatámadásokat Libanon felül, látunk rakétatámadásokat a Szíria irányából, látunk rakétatámadásokat Gáza irányából, a Templomhegyen voltak zavargások, és ezt követően voltak zavargások az ország különböző pontjain. Tehát ez Iránnak, a megboldogult Qasem Soleimani tábornoknak, mielőtt az amerikaiak repülő szecskavágója földarabolta volna, ő dolgozta ki ezt a tervet Izrael megsemmisítésére, a külső és a belső frontoknak az egyesítésével. És akkor látjuk ennek a tervnek a fokozatos megvalósulását itt a Ramadán ünnepe alatt, ami most egybeesik a húsvéttal és a Pészakkal. És én azt hiszem, hogy eddig elég hatékonyan sikerült ezeket a támadásokat parírozni, mondjuk úgy. Volt egy igen komoly kibertámadás is, különböző kritikus infrastruktúrák ellen, azt is sikerült nagyjából kivédeni. Keletkezett némi kár a mezőgazdaságban, de nagyjából ez a harci jelentés. Tehát sokszor látom, hogy a nyugati újságokban megpróbálják ezt így lebontani, hogy a palesztinok meg elnyomottak, meg nem elnyomottak, de sokkal tágabb, sokkal szélesebb konfliktusról van szó. A szélesebb konfliktus alatt akkor, ha jól értem, akkor Irán tért, illetve egyfajta ilyen furcsa proxy háború, proxy hibrid háború zajlik Izrael ellen, ha jól látom. Igen, kétségtelenül Irán már évek óta próbálja kiépíteni ezt a szorítógyűrűt Izrael körül, ami gyakorlatilag Jementől Gázán át, Szírián és Libanonon át, egész Iraknak a nyugati részeig terjed, mondjuk úgy, és ez egy ilyen karéba, egy ilyen szorítólölésbe fogná Izraelt, és evel próbálná elrettenteni Izraelt attól, hogy fellépjen az iráni atomtervek ellen. A Ramadán idején máskor is lehetett hallani hasonló incidensekről. Ez az év feszültebb, durvább volt? Hát ez az év nem volt a legdurvább, ezelőtt két évvel sokkal-sokkal durvább volt, mikor a falak őrzői hadműveletre került sor, az egy sokkal durvább év volt. De így, ha történelmi perspektívában nézzük, akkor mindig a Ramadán mindig egyfajta feszültség volt a kormány és a kormányzott között, még az otománok idejében. Ezért az otomán birodalomban a böjt kimenetelét este mindig egy ágyúdörrenés jelezte, nem a műezinnek az imára hívjó hangja, hanem egy ágyúdörrenés. Miért? Azért, mert egyrészt a szultán ebben akarta jelezni, hogy hát véget ért a böjt, lehet menni kajálni, másrészt azért mindenki tartsa magát a becsülethez, mert vannak itt ágyúk is, tehát Ez akkor is így volt, már akkor is így volt. Ezzel párhuzamosan most több nekünk is ismerőseink például Izraelben tartózkodnak, és kaptunk is üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy durvább-e most a helyzet, otthon kell maradni, akár a Ramadán miatt, akár azon feszült helyzet miatt, hogy például Tel Avivban most legutóbb turisták estek a terrortámadás áldozatául, illetve még egy gondolatot engedjen meg, hogy én még nyáron Egyiptomban nyaraltam, és nagyon érdekes volt látni, hogy voltak olyanok, akik Sharm el-Sheikhről vállaltak buszos utazást Izraelbe, egy nap oda, egy nap vissza, nagyon drágán, tényleg ez elképesztő pénzekért, és azt mondták, hogy azért így, mert hát egyedül semmiképpen nem mernének menni, és akkor így meg biztonságos, megvédik őket, és nem is nagyon értettem, hogy mi értelme van ennek. Én, aki ugye többször voltam Izraelbe, soha nem érzem azt a közvetlen veszélyt, tehát úgy érzem magam ott, mintha a világ legbiztonságosabb országában lennék. De mit tud üzenni azoknak, akik most esetleg dilemmáznak, hogy útra induljanak-e?
ami a specifikus kérdést illeti, ami a Sharm el-Sheikhből a Sinai félsziget déli csücskéről az utazást illeti Izraelbe, én azt hiszem, hogy sokkal biztonságosabb repülőgéppel megtenni ezt az utat, annak ellenére, hogy volt egy terrortámadás egy orosz repülőgép ellen, és meg is öltek több mint 200 utast, lezuhant a repülőgép. Általában még mindig a repülés számít a legbiztonságosabbnak, mert a Sinai félszigetnek, az egyiptomi területnek az északi része annyira uralva van az Ansar Betel Magdis által, ez az ISIS-nak a helyi, az iszlám államnak a helyi franchise-a, a kihelyezett fiókja mondjuk úgy, hogy minden évben megölnek több száz, néha 1000-1200 egyiptomi katonát és rendőrt is, és a Sinai félsziget északi részén ott autózni nem életbiztosítás, mondjuk úgy. Tehát ez, ami a Sinai félszigetet illeti. Ami Izraelt illeti, én azt hiszem, hogy mindenki jöhet bátran, még mindig sokkal biztonságosabbak az izraeli nagyvárosok, mint a legtöbb nyugat-európai város. Érdemes kerülni a nagy tömeget, mondjuk úgy. Tehát a tömeg van, érdemes nem belevegyülni a tömegbe, kicsit odébb állni, olyan helyen nem érdemes megállni, ahol elüthetik az embert, mondjuk úgy. Tehát, ha az ember kicsit körülnéz, és kicsit odafigyel ezekre a dolgokra, akkor az esély annak, hogy valami nagy baj történjen, igen alacsony. Mi például távolsági buszokat, közösségi közlekedést is igénybe vettünk, akár a Holt-tenger irányába, egyébként javaslom is, de merhetem javasolni? Tehát biztonságosak Persze. a buszok? Persze, abszolút, mindenképpen. Na jó, hát akkor ez volt az izraeli kitérőnk. Néhány technikai információ, hogy lesznek közönség találkozóink április 30-án Győrben, illetve május 4-én Székesfehérváron és május 6-án Szegeden találkozhatnak velünk. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. A részleteket a www.ultrahang.tv honlapunkon találják meg, és itt tudnak regisztrálni és a rendezvényeinkre. Robert C. Kastellel közösen megyünk ezekre a programokra, Győrben pedig ott lesz velünk Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője is, és köszönettel fogadjuk az adományaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon, illetve PayPal-on keresztül. Az Ultrahang adásait tudják hallgatni támogatóink reklámmentesen, illetve majd ezen közönségtalálkozóink vágatlan felvételeit is elküldjük mindazoknak, akik támogattak minket, és nagyon köszönjük a támogatásokat. Most pedig akkor vágjunk bele a mai témáinkba, és kezdjük a kiszivárgott Pentagon dokumentumokról, amelyek most nagy lázban tartják a világot. Ugye kiszivárogtak olyan dokumentumok, amelyek többek között azt sugallják, hogy a Pentagonból tervezik az ukrán ellentámadást, és majd rá fogunk térni az izraeli vonatkozására is, de akkor talán kezdjük ezzel. Aztán az amerikaiak azt mondták, hogy ez egy pillanatnyi állapot, és nagyon sok helyen az oroszok meg is hamisították a különböző dokumentumokat. Ön hogy látja, ez egy információszivárgás, vagy egy megtévesztő művelet? Hát ez gyakorlatilag az egymillió dolláros kérdés, hogy amit láttunk, ez egy valódi szivárgás-e, vagy pedig valamelyik nagyhatalom, vagy az amerikaiak, vagy az oroszok, vagy talán valaki más megpróbálja ezt a saját céljaira felhasználni. Hát nagyjából egyetlen egy dolog van, ami biztos. A dolog, ami biztos, hogy egyik nagyhatalom se, vagy egyik hatalom se képes vigyázni az információira. Tehát látunk ott nagyon érzékeny orosz információkat, nagyon érzékeny izraeli információkat, nagyon érzékeny dél-koreai információkat, és hogyha ez az egész Amerikából ki tudott kerülni, akkor úgy látszik, hogy azok nagyon érzékeny amerikai információk is. Tehát ebből az következik, hogyha valaki úgy gondolja, hogy most arra szánja magát, hogy az orosz, vagy az amerikai, vagy a dél-koreai titkosszolgálatoknak dolgozzon, számítania kell avval, hogy ezek a szervezetek nem a legjobbak abban, hogy megvédjék a saját információikat, és a neve bárkinek holnap után már a New York Times vagy a Washington Postnak az első oldalán lehet az összes várható következménnyel. Tehát én azt hiszem, hogy ez a legrosszabb dolog, hogy ezek a szervezetek nem tudják a titkaikat megőrizni, és ezzel igen rossz szolgálatot tesznek az adófizetőknek. Ön egyébként melyik irányba hajlik, hogy hiba történt a rendszerben, vagy tudatosan szivárogtatták ki, akár ilyen megtévesztő művelet keretein belül? Hát én töredelmesen bevallom, hogy nálunk ünnep van, és ilyenkor hülyére dolgozom magam a munkahelyemen, és nem volt időm az összes dokumentumot átnézni. Az egyetlen dokumentum, amit átnéztem, az izraeli vonatkozású, és az nekem teljesen valódinak tűnik. A dokumentum valódinak tűnik, viszont ami nagyon érdekes, hogy úgy beszéltek erről a dokumentumról, minthogyha egy hírszerzési nyersanyag lenne. Közben nem az volt, hanem csak egy analistának a véleménye, mondjuk egy lehallgatott információról.
Mert hogy például az Izraellel kapcsolatos dokumentumok esetén azt sugallják ezek a dokumentumok, hogy a Mossadnak a segítségével, buzdításával vettek részt az izraeli állampolgárok, az izraeliek a most az elmúlt hetekben a kormány ellen történő zavargásokban, tüntetésekben. Egyébként ez is érdekes, hogy a Mossad, mint izraeli titkosszolgálat miért befolyásolja így a közhangulatot, akkor ön szerint ez például simán egy elképzelhető forgatókönyv? Én azt hiszem, hogy inkább arról van szó, hogy az az analista, aki azt a ezt a hírszerzési nyersanyagot megkapta, nyilvánvaló, hogy valamilyen lehallgatásról van szó. Megnéztem azokat a kódokat, amik a dokumentum elején vannak, és ezek arra mutatnak, hogy a forrás az egyértelműen egy szigint forrás volt. Tehát lehallgattak egy kommunikációt, egy titkos kommunikációt, valószínűleg az sikerült föl is törni, tehát ilyen szempontból ez egy igen komoly érvágás, mondjuk úgy, vagy igen komoly presztízsvesztés az izraeli titkos szolgálatok számára is, hogy az amerikaiak ezt ne tudták hallgatni. Viszont a következtetés, amit az analista levont belőle, szerintem téves következtetések. Tehát én úgy gondolom, hogy nem értette meg, hogy miről van szó. Hogy ez miből fakadhat? Én szerintem nincs elég héber nyelvű specialistájuk. Köztudomás, hogy Izraelben van egy amerikai követség, és van egy amerikai konzulátus Tel Avivban, ahol dolgozik körülbelül 3500 különféle attasé, és ismerjük ezeket a dolgokat, tehát kár erre több szót pazarolni, dolgozik ott 3500-4000 attasé, és én azt hiszem, kulturális és sportattasé. Igen, abszolút mindenki, igen, természetesen ez. Láttuk, hogy például az oroszoknak, nem is tudom melyik ország volt ez, valamilyen semmi kis országban, tehát Luxemburgban, vagy valamilyen helyen, volt 60 vagy 70 diplomatájuk, vagy valami, és mindent, kb. Így kell elképzelni ezt a dolgot, itt is van körülbelül 350 kulturális attasé, viszont szerintem nincs elég héber nyelvű specialistájuk. És akkor a fordításokat ilyen mesterséges intelligencia végzi, és ez vezethette félre az analista. Tehát ez az én benyomásom. A kuriózum, hogy Izrael történetében volt több ilyen kémeklázadása, de azok általában ilyen karrier dolgokkal kapcsolatosak voltak, meg szervezeti dolgokkal, és nem az ország politikai változásaira reagálva. Arról nem is beszélve, hogy az ön által említett hivatalnak az igazgatója engedélyezte a dolgozók számára, hogy tüntessenek. Nem minden kormányhivatal dolgozói számára van engedélyezve. Azok, akik avval vannak megbízva, hogy ezeket a dolgokat felügyeljék, mondjuk a belső biztonsági szolgálat, ők nem vehetnek részt a tüntetéseken, se pró, se kontra. Mit jelent az, hogy rossz következtetést vontak le, hogy a Mossad valóban részt vett a zavargásokban, de nem ők diktálták a tempót, vagy mit érthettek félre az elemzők ebben? Én azt hiszem, hogy volt egy teljesen nyilvánosan a szervezetnek az igazgatója, volt egy sajtóértekezlete, és azon kijelentette, hogy a dolgozók szabadon tüntethetnek, gyakorolhatják ezt az állampolgári jogukat a munkahelyükön kívül. Tehát egy olyan szervezetről van szó, amelyik a törvényes korlátozások miatt nem működhet, nincs semmilyen hatáskör az országon belül, tehát ez tette lehetővé azt, hogy tudjanak, hogy tüntetéseken vegyenek részt, mondjuk a belső biztonsági szolgálat, vagy az ügyészség emberei, vagy a rendőrség emberei, ők nem tüntethetnek például, mert nekik ők érintve vannak ezekben a dolgokban, tehát se pró, se kontra nem tüntethetnek. Ha esetleg megtévesztés volt ez az egész történet, akkor egyébként arra jó lehet, hogy kiszivárogtak ezek a dokumentumok, állítólag oroszok szivárogtatták ki, de az oroszokhoz is már hamis módon jutott el, ők készülnek arra, hogy az ukránok készülnek valahol egy ellentámadásra, de valójában ezek a papírok hamisak, és nem is ez lesz, hanem valahol valami fajta meglepetés történik, és bepaliszták az oroszokat. Igen, a legviccesebb ebből, hogy bárki, aki rá tudja tenni a kezét ezeknek a dokumentumoknak az egyik másolatára, mondjuk a Twitteren, vagy egy Telegram csatornán, az nem tudja megállni, hogy rá ne könyököljön a Photoshopra, és ne javítson ki a számokon egy kicsit, hogy jobban érezze magát a saját szájíze szerint, hogy ő is kivegye a részét ebben az információs hadviselésben, mindenki nagyon oda tenyerel a Photoshopra, és akkor teljesen abszurd számokat látunk. Azok a számok, amiket láttam, különböző variáció, van millió variáció már, mert mindenkinek van Photoshopja, tehát van egy kód, amit az egész világ használ, ugyanazt a Photoshop licencet használja az egész világ körülbelül, és mindenki javítgatja ezeket a számokat. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy a laikusok általában kevésbé vannak tisztában avval, hogy mennyire veszélyesek ezek a megtévesztő
megtévesztő műveletek, mondjuk úgy. Ezek nagyon-nagyon veszélyesek, mert sokszor nem látjuk a végeredményét. Tehát megpróbáljuk befolyásolni a másik oldal, vagy egy szövetségesnek, vagy egy ellenfélnek a gondolkodásmódját, hogy befolyásoljuk a viselkedését. És néha megtörténik az, hogy a gondolkodásmódot sikerül befolyásolni, de a viselkedése teljesen másmilyen lesz, mint amilyet elképzeltünk. Hát rengeteg csapda van ebben, és rengeteg variáció, és nagyon sok megtévesztő eset a saját csapdájába. Nagyon sok olyan eset volt, hogy a megtévesztés túl jól sikerült, vagy hogy a megtévesztő saját magát tévesztette meg, úgyhogy ezek nagyon bonyolult és nagyon veszélyes játék. Ezek a megtévesztések az ellenfélről, mint országról szólnak, vagy a közvéleményről? Tehát, hogy elbábozzák nekünk, hogy itt van ez az egész konfliktus, de azért a háttérben minden ország hírszerzése tudja a valóságot, vagy itt akár a hírszerzések is komoly problémában vannak, hogy most mi ez az egész? Az egyik probléma az, hogy ahhoz, hogy egy ilyen megtévesztő művelet sikeres legyen, ez egy igen-igen bonyolult sokfelvonásos dráma, mondjuk úgy. Egy igen-igen bonyolult dolog. És azok, akik ezt rendezik, ez egy igen-igen szűk kör, akik átlátják ezeket a dolgokat, és ahhoz, hogy ez hatékony legyen, föl kell áldozzanak valós információkat is. Hát a klasszikus idézet ebben a témában, hogy a hazugságot az igazságnak a testőreivel kell körülvenni ahhoz, hogy hihető legyen. Tehát be kell áldozni itt fontos információkat, és minél nagyobb az áldozat, amit beáldozunk, annál hihetőbb lesz a másik fél számára. És sokszor ez nem megy át, tehát ez nem veszik jó néven, mondjuk úgy, a saját oldalunk. És a megtévesztésnek a célpontja bárki lehet, ez olyan, mint egy színház, és a megtévesztés sokszor a saját közönségüket akarjuk megtéveszteni, vannak erre példák, például ez az iráni atomegyezmény, ez a visszhangkamra, ez egy ilyen belső megtévesztési akció volt. A cél lehet az ellenfél megtévesztése, vagy lehet egy szövetséges megtévesztése, vagy egy harmadik fél megtévesztése, akit bele akarok ugratni egy háborúba. Erre is volt már példa. Tehát ezért mondom, hogy ezek egy nagyon-nagyon bonyolult és nagyon veszélyes játékok, és sokszor teljesen más irányba sülnek el. Ugye ami gyanús, hogy a New York Times-ban megjelenik egy a Pentagonból kiszivárgó dokumentum, hát nem is egy, hanem sok dokumentum, ami állítólag ráadásul az oroszokhoz köthető. Tehát az egész annyira szövevényes, hogy ebben eligazodni, hogy most akkor melyik a valóság, és tényleg ki mit csinált, az nagyon nehéz. Ön egyébként mennyire látja kulcsfontosságúnak egyáltalán ezeket a dokumentumokat? Én azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes foglalkozni velük, de amit nem érdemes elméleteket gyártani. Nem érdemes elméleteket gyártani, hogyha mondjuk én lennék egzisztenciálisan érintve ebben a dologban, akkor nagyon-nagyon odafigyelnék arra, hogy mik azok a pontok, ahol ezek a dokumentumok megerősítik a már meglévő elképzeléseimet. Tehát ha nekem van egy koncepcióm, hogy az ukránok a Krímet fogják megtámadni, és ezek a dokumentumok mind egy irányba haladnak, tehát mind azt csugalják, hogy az ukránok tényleg ott fognak támadni, akkor elkezdenék gyanakodni. Tehát mindenki tudja, hogy egy büntény például, egy bünténynek a színhelye, ott nagyon sok ellentmondásos információ van. Ez így természetes, ez így életszerű, hogy az információk egy része az ellenkező irányba halad, mondjuk, hogy megcáfolja azt az elképzelést, amit kialakítottunk arról a bűncselekményről, vagy arról a bünténről, ami megtörtént. Ha ez nem így van, és minden túlságosan egy irányba halad, túlságosan a puzzle-nak a darabjai túlságosan összeillenek, az nagyon-nagyon gyanús. Nagyon-nagyon gyanús. Ugye ezzel párhuzamosan azt látjuk, hogy rakétatámadás érte Zaporizsját, illetve hogy az Ukrajna jelenlegi arany és deviza tartaléka több mint 10 éves csúcson áll, meghaladja a 30 milliárd dollárt, tehát hogy ilyen gazdasági dolog is legyen, de ezzel párhuzamosan azt is olvashatjuk, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azzal fenyegetőzött, hogy felhagy az Ukrajnával kötött mérföldkőnek számító gabonaüzlettel, ha továbbra is akadályok állnak a moszkvai export előtt. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erős infrastrukturális támadás és gazdasági vetülete eközben a háborúnak, mert hogy a Rasputyica idején ugye nagyon nehezen haladnak a hadműveletek a fronton. Hogy látja ezt az egész helyzetet a háború tekintetében, hogy milyen irányba mennek most a dolgok? Én ezelőtt néhány hónappal azt mondtam, pár hónappal azt mondtam, hogy amire érdemes odafigyelni, ezek az infrastrukturális támadások, pontosabban ezek a stratégiai bombázó hadjáratoknak, amiknek a célja nem az infrastruktúra, hanem az ukrán légvédelmi rendszernek a kifárasztása. És az egyik ilyen dokumentum, ami kiszivárgott, az pont ezt igazolja. A Washington Postban volt erről egy cikk, hogy az ukránoknak
már csak arra, ez egy februári, ha jól emlékszem, egy februári értesülés volt, hogy az ukránoknak már csak 2 vagy 3 ilyen orosz hullám elhárítására vannak légvédelmi eszközeik. És akkor ezt követően a nyugat beledobott mindent a kalapba, ami még a pincébe volt, kisepörték a pincét teljesen, és küldtek még további légvédelmi rendszereket. És én azt hiszem, hogy azokban a pontokban, amikor ezeket az információkat, amik kiszivárogtak, igazolni lehet, vagy ellenőrizni lehet teljesen független forrásokkal, akkor igenis rájuk lehet támaszkodni, csak igen-igen óvatosan. Ezt inkább úgy mondanám, hogy egy profi hegymászó nem egy mászófalat, hanem egy valódi sziklát mászik, soha nem helyezi a testsúlyát egyetlen egy kapaszkodóra, hanem elosztja a testsúlyát több ilyen kapaszkodó között. Nagyon-nagyon veszélyes belekapaszkodni egy információs forrásba. A másik, hogy ezen a héten, az elmúlt héten komoly diplomáciai mozgások voltak, többek között ugye Emmanuel Macron, illetve Ursula von der Leyen is Kínába jártak, és sokan találgatják azt, hogy miközben sokat lehet hallani arról, hogy új globális világrend van születőben, hogy Amerika hegemóniája az immáron háttérbe szorul, közben meg látjuk, hogy pont a gazdasági összefonódások miatt nem ennyire fekete-fehér a történet. Hogyan tudná felrajzolni most az érdekviszonyokat? Ugye itt érdemes talán figyelni Oroszországra, Kínára, Iránra, és egyébként India is egy nagyon érdekes, és persze hosszasan lehetne még sorolni, de hogy minthogyha pont Oroszország, Kína, India és Irán kezdenének egymásra találni ebben a mostani helyzetben. A kérdés az, hogy van-e bennük közös azon túl, hogy az amerikai hegemónia az nem éppen a legszimpatikusabb kínálat nekik? Van itt egy nagyon-nagyon érdekes mintázat. Ha megfigyeljük ezt a 4 eurázsiai nagyhatalmat, akkor az egyetlen dolog, ami közös bennük az, hogy mind a 4 nagyhatalom demográfiailag hanyatló. Tehát vannak ezek közül, ezeknek egy része, mondjuk Oroszország már régóta átbukott a csúcson, mondjuk ugye a 90-es évek elején talán volt a csúcson demográfiailag, és onnan egy hanyatló tendencia mutat. Kína szintén már ezelőtt talán 10 vagy 15 évvel átbukott a csúcsponton, és még az oroszoknál is sokkal gyorsabb zuhanó repülésben van. Irán gyakorlatilag egy emberöltő alatt egy 5 gyerekes családmodellből átállt egy kevesebb, mint 2 gyerekes családmodellre, ott is nagyon gyorsan hanyatlik a nagyon gyors demográfiai hanyatlás elé néznek, és India kicsit lassabban, tehát Indiában még nem tetőződött a demográfiai hullám, tehát még van egy pár évtizedük, de ők is át fognak menni egy ilyen hanyatló tendenciába. És hogyha ezt a csoportot, amelyik ezeket a demográfiailag hosszú távon, vagy közel hosszú távon hanyatló hatalmakat összehasonlítjuk a nyugattal, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok és az angol száz magja a nyugatnak, mondjuk úgy, demográfiailag mind felfelé ágazó tendenciát mutatnak, tehát nem, a lakosság nem fog csökkenni, növekedni fog. Most ezt, amit mondok, ebben nincs semmilyen értékítélet. Nem jelenti azt, hogy aki demográfiailag növekszik, az jó idézőjelben, és aki demográfiailag csökken, az rossz. Ez egy tény, amivel szembe kell nézni, és nekem úgy tűnik, hogy azok a hatalmak, amik úgy érzik, hogy amit nem tesznek ma meg, azt 10, 20 vagy 30 év múlva sokkal nehezebb lesz megtenni a demográfiai valóság és az ezzel járó politikai és gazdasági hanyatlás miatt, azok megpróbálják most itt és most megváltoztatni a világrendet. És nekem az a benyomásom, hogy mindaz, amit hallottunk ezekről a türelmes ázsiai civilizációkról, Indiáról, meg Kínáról, hogy hosszú távban gondolkoznak, én azt látom, hogy főleg Kína nagyon-nagyon rövid távban gondolkozik. Látjuk ezeket, tehát nagyon-nagyon erőszakos föllépést a tajvani szorosban. Nekem erről nem egy ilyen konfuciánus filozófus jut eszembe, aki úgy kivárja, hogy az idők végezetét. Ugye megint az van, hogy a régi analógiáink szerint próbáljunk sok esetben elemezni, mint hogy nem lesz soha háború, mert üzletelünk egymással, meg nem lesz soha háború, mert már mindenki a NATO-nak a tagja, meg Kína úgysem támadja meg Tajvant, mert 1000 évre tervez. Aztán valóban az van egy kicsit, mintha más lenne a világ. Igen, az események fölgyorsulnak, és én azt hiszem, hogy vannak hosszú távú folyamatok, amiket én tényleg nem vonok kétségbe, hogy léteznek ezek a hosszú távú folyamatok, és vannak a különböző régióknak szakértői, akik ezeket nagyon jól átlátják. Viszont soha ne felejtsük el, hogy még a nagy amerikai gazdasági válság idején, mikor az amerikai tőzsde összeomlott, akkor is voltak részvények, amik emelkedtek. Tehát egy hosszú távú trend közepén még lehet egy ellentétes folyamat, ami teljesen fölborítja
a tervezéseinket. És mikor az ember, és mikor meghalunk egy háborúban, ez nagyon lokális, és nagyon, nagyon személyes, és nagyon pillanatnyi cselekedet. Az, hogy mi történik a hosszú távon, az már olyan mellékes, hogyha meghaltunk egy háborúban, vagy kitört egy atomháború. Jöjjön néhány hallgatói kérdés, és akkor az első az abszolút Kínához kapcsolódik. Tisztelt Kastel úr, állandóan arról hallunk, hogy a következő összecsapás az USA és Kína között Tajvanért lesz. Elképzelhetőnek tart olyan forgatókönyvet, hogy Kína úgy adjon sakkot, hogy Észak-Koreát küldi háborúba Dél-Korea ellen. Ezzel több legyet ütne egy csapásra, egy, nem kínaiak halnak meg tömegesen, kettő olyan helyen folytatna proxy háborút, ahol neki bármilyen eredmény elfogadható, míg az USA-nak csak a győzelem. Üdvözlettel Balázs, egy napos Gibraltárról. Köszönöm szépen a kérdést Balázsnak. Én úgy gondolom, hogy minden ilyen szembenállásban a feleknek az a célja, hogy dilemmákat kreáljanak a másik fél számára, és a saját dilemmáikat pedig lezárják, hogy a sávszélességüket egyetlen egy dologra tudják összpontosítani. És én azt hiszem, hogy Kína szempontjából tényleg kialakulhat egy ilyen helyzet, hogy már van egy válságóc Ukrajnában, lehet mindig kreálni valamit Észak-Koreában, ott minden ott van terítéken, csak el kell kezdeni az étkezést, a Közel-Kelet egy másik ilyen válságóc, és Kínának van egy hatalmas hátránya és egy hatalmas előnye is Amerikával szemben. Kína nem egy globális hatalom. Oroszország nem egy globális hatalom. Az Egyesült Államok egy globális hatalom. Ennek megvan az az előnye, hogy konvencionális katonai erőt tud kivetíteni a világ bármelyik pontjára, viszont a világ szinte minden pontján vannak kötelezettségei is. Kínának nincsenek ilyen kötelezettségei a világ minden pontján, Kínának nem kell megvédeni a Közel-Keletet, nem kell megvédeni a Ukrajnát, stb. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy geostratégiailag ez nem egy rossz pillanat a kínaiak számára valami kalandosat kezdeni Tajvannal kapcsolatban. Úgyhogy ilyen szempontból teljesen elképzelhető azt is, hogy begyújtanak még egy kanócot, amit úgy hívnak, hogy Korea. Azt mondta, hogy Kína és Oroszország nem globális hatalom katonailag. Lehetnek-e azok, illetve azzal, hogyha például összefognak, akkor ketten együtt már majdnem globális katonai hatalma? Hát, hogy mi lehetne, azt, ez egy igen, igen jó kérdés. Én azt hiszem, hogy mind a két hatalom nagyon gyenge a tengereken. És ahhoz, hogy egy hatalom globális legyen, ahhoz az kell, hogy a tengereken is hatékonyan tudjon föllépni. A kínai flotta nagyobb, mint az amerikai flotta, de a hajóinak a 90%-a nem képes 1000 mérföldnél messzebbre hajózni. Ezek egy lokális flotta, egy ilyen barna vízi flotta, ahogy mondják, tehát a partmenti, vagy az országot körülvevő vizeket próbálják az ellenőrzésük alatt tartani, és ez igaz Oroszországra is. Tehát nincs meg ennek a két hatalomnak az a tengeri erő, mint az Egyesült Államoknak. Most föltevődik a kérdés, hogy azok az anyahajók, meg az repülőgép hordozók köré épülő amerikai flották mennyire relevánsak még a 21. században. Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy ezek körülbelül annyira relevánsak már, mint a Zeppelinek voltak a II. Világháborúban, majd elválik. Nem tudom, nincs kialakult véleményem ebben a kapcsolatban. Mert hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy most azért zajlik a harc, hogy ne Amerika legyen a világ hegemon vezetője, de ez ugye nem csak katonailag, hanem gazdaságilag, politikailag is legyen. És azt látni, mintha gazdaságilag és politikailag behozta volna Kína, vagy a Kína tengely, a globális dél, a lemaradás demokrácia szempontjából, tehát ilyen demokrácia exporthoz képest jobb kínálatuk van sok esetben, pénzzel is jobban befektetnek, ezt elmondhatjuk Afrika esetében, sok esetben egyébként a Közel-Keleten is vannak hasonló projektek, Ázsiában is vannak hasonló projektek, egyébként még Európában is, ugye ezt látjuk, hát gondoljunk a Budapest-Belgrád vasútvonalra és egy csomó minden másra. Most ugye Macron látogatás is azért azt jelzi, hogy Franciaország is erőteljesen függ Kínától, ugye az orosz nyersanyag az ráadásul eddig szintén ezt jelezte, de ahhoz, hogy valakinek a világon egyeduralma legyen, ahhoz szükséges, hogy katonailag is abszolút fölényben tudjon maradni? Én azt hiszem, hogy hosszú távon nem lehet megkerülni ezt a feladatot, mondjuk úgy. Ezt a feladatot nem lehet megkerülni. És én azt hiszem, hogy Kínának ez a Belt and Road kezdeményezés, ezt, hogy a Selyemút, a kínai Selyemút, van erre jobb magyar kifejezés, igaz? Selyemút, így hívjuk. A Selyemút, a kínai Selyemút. Én azt hiszem, hogy ami a kínai Selyemútat illeti, engem nagyon emlékeztet a régi brit birodalomnak a terjeszkedésére. Tehát valóban a brit birodalomnak is az elején ezek a koloniális vállalkozások, ezek tényleg egyetlen egy céljuk volt,
profitot termelni, hasznot termelni. Utána pedig inkább presztízst termeltek. És én úgy gondolom, hogy Kínának is ez a kínai selyemútnak a legtöbb befektetés, ezek nem szigorúan gazdasági szempontból vizsgálva, ezek nem lesznek gazdaságilag olyan befektetések, amik megtérülnek, hanem ezek inkább ilyen presztízs dolgok, és az egyik célja ennek az teljesen egyértelmű, hogy megkerüljék azokat a tengeri utakat, amiket az Egyesült Államok ellenőriz. A probléma az, hogy ezek bárhol megszakadhat egy ilyen selyem út, csak annyira erős, amennyire a leggyengébb láncszem. Tehát én kicsit szkeptikus vagyok a kínai világhatalomnak a víziójával kapcsolatban. Behoznék katonailag egyébként még egy szempontot, hogy pont most ugye Finnország csatlakozott a NATO-hoz, ezzel például az orosz NATO határa duplájára nőtt. Ugye azt is látjuk, hogy például nem NATO-nak hívják, hanem AUKUS szerződésnek, de például Ausztrália, például Japán, az szinte mintha egy mini NATO, vagy nem is lehet mininek nevezni, szóval egy szintén NATO-hoz kapcsolódó valami fajta katonai szövetséget építenek ki. Ugye nagyon sokan erre mondják azt, hogy azt várták, hogy Amerika az orosz-ukrán háború kapcsán is majd egyedül marad, ehhez képest egész jól sorakoztatta fel a saját szövetségeseit. És ugye az, hogy például Oroszországnak vagy Kínának is ott lehet szövetségese Észak-Korea, akik biztos nagyon elszántak, meg kellően őrültek ahhoz, hogy bármit megcsináljanak, de itt adódik az a kérdés, hogy ez elegendő-e, vagy lehetne bővíteni szintén a NATO alternatívájaként egy erős, akár nemzetközi katonai szövetséget, mert most inkább úgy tűnik, mintha nemzetállami szinten oldanák meg ezeket a kérdéseket. Én úgy gondolom, hogy ez is a képesség arra, hogy mennyire képes egy hatalom szövetségi rendszereket építeni, ez a világhatalomnak az egyik mércéje. És ha megvizsgáljuk, hogy milyen szövetségesei vannak Kínának nincs túl sok szövetségese, Oroszországnak sincs túl sok szövetségese. Kínának talán Észak-Korea és Pakisztán, ez a két legszámottevő szövetségese, és mondjuk Irán az, amelyik egyfajta új szövetséges, amelyiknek a fontossága egyre inkább növekszik. Ehhez képest Amerika egy sokkal nagyobb szövetségi rendszert élvez, amelyik, viszont mit látunk? Tehát azt látjuk, hogy az amerikai szövetségi rendszer perifériája lemorzsolódott. Tehát akik megmaradtak, az a mag, az a nyugati szövetségnek a magja maradt meg az Egyesült Államok körül az ukrán háború kontextusában, és a perifériájának lemorzsolódott, és ezek átmentek ilyen semleges álláspontra helyezkedtek, mondjuk úgy. Kína viszont egyre inkább építi ezeket a szövetségeit. A Kínának a problémája az, hogy sikerült gyakorlatilag magára haragítania, vagy megfélemlíteni az összes szomszédját. Tehát Kínának gyakorlatilag az összes szomszédja, még olyan régi amerikai jelenfelek is, mint Vietnám, Amerikának sikerül most ezeket is bevonni szépen lassan őket ebbe a Kínát körülölelő szorító fogásba, és Amerikának itt egy óriási előnye van, és ezért is igen szkeptikus vagyok avval kapcsolatban, hogy Kínának sikerülni fog-e áttörni ezt a hármas gyűrűt, amivel az Egyesült Államok gyakorlatilag körülvette az évtizedek folyamán. És viszont a NATO kapcsán is van dilemma, például van egy ilyen hallgatói kérdés, hogy tisztelt Robert, tegyük fel, létrejön egy NATO-Oroszország katonai konfliktus, mi a garancia arra, hogy a számos nyelvű NATO tagországok seregei megértik egymást, valamint, hogy már az első közös hadműveletnél nem jön létre felső konfliktus a vezetők között, személy szerint nem tudom elképzelni, hogyan lehetne logisztikát bevezetni ennyiféle nemzet serege között, és azok különböző érdekeket képviselő politikusai között. Hogy történne egy ilyen közös katonai feladatmegosztás? Előre is köszönöm, Tamás. Köszönöm szépen Tamásnak a kérdést. Először is a NATO már évtizedek óta gyakorolja ezeket a mechanizmusokat, hogy hogyan lehet együttműködni. És én azt úgy gondolom, hogy ameddig létezik egy nagyon konkrét és nagyon égető fenyegetés, mondjuk úgy Oroszország részéről, ha lesz egyszer egy ilyen, akkor sokkal könnyebb lesz egybetartani ezt a szövetséget. Ha ez nincs, ha a veszély nem közvetlen és nem annyira égető, mint például Afganisztánban, az afganisztáni közös fellépés során, láttuk azt, hogy mennyire
mennyire nehéz volt kidolgozni ezeket a közös cselekvési módokat. Aki elolvassa Megkristál tábornoknak az emlékiratait, körülbelül a Derék tábornok majdnem kitépte a haját, mikor arra gondolt, hogy hogyan kell megszervezni ezeket a dolgokat. A németekkel szabad volt ezt és ezt csinálni, a lengyelekkel ezt és ezt, a magyarokkal lehet egyéb dolgokat csinálni, tehát minden kontingens úgy érkezett meg, különböző megszólításokkal érkezett meg, és egy hatalmas kihívás volt a szövetséges parancsnoknak ebből a manőverezni, mondjuk úgy, ez között a rengeteg korlátozás között. Ja, kérem, a németek nem küldhetik a csapataikat ide, vagy nem vehetnek részt olyan akciókban, tehát ez egy igen-igen bonyolult dolog, és hogyha a konfliktus Oroszországgal egyfajta alacsony intenzitású konfliktus lesz, akkor igen nehéz lesz meggyőzni mondjuk a portugál, vagy az izlandi, vagy valamilyen Isten háta mögötti kormányokat, hogy elengedjék a gyeplőt, és tényleg átadják a döntéshozatalnak a prerogatíváját az amerikai parancsnoknak, amelyik az egész zenekart vezényli, mondjuk úgy. Na és akkor a mai utolsó kérdés. Kedves Robert C. Kastel, az Ultrahangon többször is említette, hogy a hivatásos állománnyal nem egyenértékű egy területvédelmi katona, ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mik a területvédelmi katonák feladatai békeidőben és a háborúban, miért jó a katonaságnak kevesebb végrehajtási képességgel rendelkező emberek alkalmazása. Válaszát köszönöm, üdvözlettel, Németh Péter. Köszönöm szépen Péternek a kérdést. Először is tisztában kell lenni vele, hogy a hadsereg az egy szakma. Pontosabban a szakmáknak a gyűjteménye. És akkor vannak hobbisták, és vannak olyanok, akik egész nap ezt csinálják. Tehát minden nap reggel fölkelnek, meg fogat mostnak, utána elmennek, dolveszik a táskájukat, elmennek dolgozni, és akkor azt csinálják, hogy ők most hadsereg. Ez a napi foglalatosságuk. És akkor vannak tartalékos katonák, akik minden évben behívják őket egy hétre, két hétre, három hétre, vagy minden két évben, minden három évre, minden öt évbe, és akkor ehhez mért a szakértelmük is. Tehát az ideális dolog az lenne, hogy csak profi katonákat alkalmazom minden hadsereg. Tehát még ebben sem vagyok teljesen biztos, de mondjuk ha egy durva általánosítással, akkor azt lehetne mondani, hogy az ideális dolog az lenne, hogy csak profik háborúzzanak. Viszont ez nagyon-nagyon költséges dolog. Még az Egyesült Államok se tudja megengedni magának azt, hogy csak profi katonákat alkalmazzon, és ezért van a Nemzeti Gárda, vannak tartalékosok is, és gyakorlatilag egy ilyen hibridet hoz létre minden hadsereg. Azon kívül minden hadsereg olyan, mint egy cég, amelyiknek van egy rutin üzemmódja, mikor szükség van egy bizonyos méretű állományra, és akkor hirtelen jön egy nagy kampány, és akkor föl kell duzzasztani az állományt, és akkor erre valóak a tartalékosok tulajdonképpen, hogy különböző körülményekhez tudjon alkalmazni ez a hadsereg, és a változó körülményekből vezesse le a méretét, annak a hadseregnek a méretét. Tehát ezért van szükség ezekre a tartalékosokra. Ez egyik dolog. És még egy gondolat ebben a témában, hogyha megengedi, nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek olyan tartalékosok, akik a civil életből jönnek be, akiknek a hadsereg nem a karrierjük, akik nem esnek hanyat az ijegységtől, hogyha egy tábornok rájuk mordul egy ilyen értekezlet folyamán, hanem mondjuk egy egyetemi tanár vagy egy mérnök a civil életben, és akkor tartalékos tiszt, és akkor udvariasan felel, és megmondja a táboroknak pontosan, hogy mi a véleménye, és a táborok nem tud csinálni ezzel kapcsolatban semmit. Tehát én azt hiszem, hogy a tartalékosok kicsit a király udvari bolondjának is a szerepét töltik be modern hadseregekben a szó jó értelmében, mert mivel nem lehet őket egzisztenciálisan fenyegetni, avval, hogy elveszik az előmenetelüket, meg a rangjukat, meg a nyugdíjmodelljüket, bármit kimondhatnak, és bármit a szemébe mondhatnak a katonai döntéshozóknak, és ez egy igen-igen fontos dolog. Ez volt a Korkapcsolás mai adása. Dr. Robert C. Kastel, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.